Köszöntöm a Bartolosina Megyének verseny döntői megjelenteket, a verseny résztvevőit. Külön nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Bartolosina a zenepedagógust, Köröstartság díszpolgárát, aki más elfoglaltsága mellett elfogadta meghívásunkat, és megtisztelt bennünket jelenlétével, és ellátja a zsűri elnöki tisztjét is. Nagy öröm és jól eső érzés együtt látni azt az ifjú tehetségeket, akik igyekeznek lelkesedéssel, nagy izgalommal, nyitottsággal bemutatkozni önök előtt. Kérem, fogadják őket nagy tisztelettel és szeretettel. Tájékoztatásuk közlöm, hogy a mai énekversenyen az előző évekkel ellentétben kicsit rendhagyó módon a gyerekek nem csupán énekléssel, hanem a népdal szöveges elemzésével is meg fognak próbálkozni. Emellett a szabadon választott dallamuk egy-egy európai zeneszerző ismert hangszeres zeneművéből vett részlet. A mai programunk a következőképpen alakul. Elsőként az énekkar egy népdalcsoport ad elő, ezt követi az énekverseny. Mindezek előtt a zsűri tagjai, mint ahogy előbb említettem, Bartalos Ilona, az elnöke tagjai, Balázsné Dankó Hédi, Koppányné Sós Ilona és Szabóné Urma Zsuzsanna tanárnők. Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy ma itt eredményhirdetésre nem kerül sor, az eredményhirdetésre a tanévzáró ünnepségen kerül sor. Nekinek sok sikert, kívánok is átadom a szót. Művésznek. Köszönöm. Szeretettel köszöntöm a kedves tanárkollégákat, igazgatóurat, aranyos gyerekeket, szülőket, keresztmamákat, nagymamákat, hozzátartozókat, akik ide fáradtak, lehet, hogy nagymama nincs itt, de anyukákat látok, nagyon örülök neki. Szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani a kiváló énektanárnőnek, Szabóné Urma Zsuzsannának, aki fáradhatatlanul dolgozott veletek, és segített a fölkészítésben, és ugyancsak köszönöm nektek is, hogy 12-en idáig eljutottak, hogy a magas színvonalú versenyen részt vegyetek. Tavaly 15 éves évfordulónkat ünnepeltük csendben, ceremónia nélkül, de az a 15. év volt már a népdalversenyünk történetében. És akkor kitaláltam azt, hogy egy picit módosítani kellene a verseny hogyanján, igényként. Megbeszéltük az igazgatóval és az énektanár kolléganővel, a Zsuzsikával, és hárman egyetértettünk abban, hogy nem csak a szép éneklésre teszünk hangsúlyt, hanem egy pici elméleti tudással összeötvözzük, és megnézzük azt, hogy az, aki szépen énekel, az milyen szinten van szellemileg, hogy tudja szavak önteni a gondolatait arról a népdalról, tehát az intellektuális, az értelmi képességei is kiderülnek az illetőnek, nem csak a szép éneklés és a szép hang, és ennek mi örülünk ennek az ötletünknek, ez egy kísérleti év, először fog lezajlani a verseny, úgyhogy egy picit izgulunk, hogy jól sikerül-e, vagy milyen lesz, túl nehéz-e, túl könnyű-e, de hát azért nem úgy izgulunk, hogy ezt ne tudnánk túlélni, ezt az izgalmat, mert egészséges, kellemes izgalommal tölt el bennünket ez a nap. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogy lesz. Leszűrjük a tanulságokat, veletek is majd átbeszéljük, hogy túl nehéz volt-e, túl könnyű volt-e, milyen volt, és akkor jövőre hát módosítunk rajta, hogy ha túl nehéz volt, vagy túl sok volt, vagy ilyen volt, vagy olyan volt. Úgyhogy ez egy kísérleti év, csak szép nyugodtan, mielőtt elkezdtek beszélni, vegyetek 3-4 levegőt, sohajtsatok 3-at, és utána, mint egy kis professzor,
elmondjátok a gondolataikat. Gondolataitokat. A kedves hozzátartozóknak csak annyit szeretnék elmondani tájékoztatásul, hogy 4 tematikában beszélhettek a gyerekek, vagy beszélhetnek a népdalról, vagy a népdal szövegéről, ki énekel, kinek énekel, miért énekel, nagyon érdekes, tehát milyen a hangulata a népdalnak, vagy a népdal dallamvilágáról, hogy a dallam milyen formátumot ölt, kupolás-e, vagy ereszkedő, vagy emelkedő, vagy ilyen, vagy olyan, hogy lélegzik a dallam. Lehet beszélni a harmadik csoportban a ritmikáról, és a negyedik nagyon izgalmas, hogy milyen a szerkezete annak a népdalnak, hogy állnak össze, hány soros, azok a sorok hogy állnak, hogy viszonyulnak egymáshoz, van-e ismétlés, benne van-e visszatérés, stb. Na most ezt úgy is lehet ezt a kis előadást elővezetni, hogy egy témán belül, én csak a szövegről beszélek, én meg csak a dallamról, vagy úgy is lehet, hogy csipegetek a 4 tematikából, és mind a 4 tematikából egy picit az asztalra teszek és tálalom a hallgatóságnak. Én azt remélem, hogy ez a kis egyperces vagy másfél perces kis előadás tanulságos lesz nem csak a gyerekeknek, hanem a kedves szülőknek is, még nekünk is, tanároknak. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt kipróbáljuk, ezt az újfajta versenyt. A második mondandóm az a Tarcsai Híradóval kapcsolatos, amelyet hálásan köszönök, minden hónapban megkapok, és alig várom, és mindig el is olvasom. Most a májusit még nem tudtam elolvasni, mert igen sok dolgom van újabban, de az áprilisira szeretnék reflektálni néhány szóban, mert nagyon-nagyon megmelegítette a szívem, mert ebben az országban most az a divat, hogy mindenki panaszkodik, mindenki keserű, mindenki negatív, mindenki dull, full, legalábbis Budapesten így tűnik. Tartsán, nem? És mikor elolvastam ezt az áprilisi számot, annyira boldog voltam, hogy létezik még ebben az országban, Magyarországon egy község, Köröstarcsa, ahol csupa előremutató és csupa szép terv van, és szép megvalósítás, és álmodik ez a falu, tele van szebbnél szebb ötlettel, és szebbnél szebb tervel, és előre haladó tervekkel. Úgyhogy az önkormányzati híreknél ugye a képviselőtestületnek a sok-sok terve nagyon megmelegítette a szívemet. Aztán a 3 óvónő, Bodoc, Andrea, Bartalus Edit, aki unokahúgom, és is volt a 3. Forró Antalné, az óvó, 3 óvónő gyönyörűen leírja, hogy minden milyen szép, minden milyen jó. Olyan jó volt ezt olvasni, és olyan jó látni, hogy megelégedettség veszi körül itt az embereket Köröstarcsán. Aztán mi volt, ami még nagyon tetszett és gratulálni szeretnék? Igen, Vég Judit szakoptató etnográfusnak a cikke a Hagyomány és Oktatás címmel, ugye, hogy az általános iskolában alapfokú művészeti oktatás fog indulni, és kézműves és textil tanszak lesz. Hát nagyon-nagyon gratulálok hozzá. Óriási dolog, és most hallottam az igazgatótól, hogy majdnem 90 gyerek jelentkezett, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok. Egy oázis Köröstarcsa ebben a kicsit szomorkás országban. Nagyon-nagyon jó ezt nekem látni, hiszen én tarcsai kislány vagyok, és nagyon szeretem Köröstarcsát. Aztán gratulálok Vértes Gábornénak, aki 9-10 éves gyerekeknek játékos vetélkedő sorozatról számolt itt a Körösparton, az EU-ban, hát micsoda nagyszerű ötlet. Aztán nagyon jól esett olvasni Erdős Norbertnek a sorait, aki őszintén leírta ebben a megemlékező cikkében, hogy milyen félelem, szorongás, bánat tapadt itt az élethez akkor, amikor szorongásban éltünk és rettegésben éltünk. Aztán nagyon jól esett látni a rendezvénynaptár, csupa érdekes esemény és csupa mívós esemény, tehát szépségcentrikus és kultúracentrikus. Majd a következő oldalon egy egészen különleges cikket olvashattam, ismét Vég Judittól, az Üvegvarázs címmel egy kiállítást nyitott meg, ahol megint a szépség állt a központban. Ugyanaz a szépség, amit ma ti énekeltek, azt ők kerámiával, képzőművészeti tevékenységgel valósítják meg. És hát évek óta boldogan olvasom a Szép utcák, hangulatos házak beszámolót, és ugye Vértes Gáborné a Köbe vezetője, vagy nem tudom mi az ő elnöke, újra és újra faluszépítő programról beszámol. Ez is igazi
hát boldogság számomra, mert én tisztaságmániás vagyok, nagyon-nagyon mérges vagyok Budapesten, hogy a kutyakakiban bokáig gázolunk, hogy nem söprik fel a járdákat, hogy piszkos az a Budapest, és épp az elmúlt hetekben jártunk külföldön, Salzburgban voltunk a férjemmel, 40 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük, és elámultunk, hogy Salzburg egy kis város, az a Mozart ott született híres város, de kicsike. Olyan tisztaság, olyan gyönyörű, rendezett kertek, házak voltak, és akkor eszembe jutott Tarcsa, hogy igen, Tarcsa is ezen az úton jár, hogy a szép utcák, a szép kertek, a virágos kertek központi helyet foglalnak el a község életében. Úgyhogy folytathatnám még a gratulációkat, de ki akartam erre térni, mert évek óta hűséges olvasója vagyok az újságnak, és köszönöm szépen, hogy elkérdezik, és mindenhez nagyon gratulálok. Hát akkor ennyi, amit el szerettem volna mondani, és a lélektani fölkészítéshez annyit, hogy biztos, hogy nincs értelme már izgulni, mert az izgulás megtörtént az elmúlt hetekben, vagy talán tegnap este, vagy ma reggel, amikor fogadt, most már, ja Istenem, mi lett, ja Istenem, mi lett, most már leeresztetek el magatokat. Amikor odaállsz, akkor egy kicsit fókuszolni kell, és minden tudás ki fog jönni. A befektetett munka mindig kijön. Úgyhogy most már ne izguljatok. Minden gyönyörű lesz, nagyszerű lesz, és mi drukkolunk, hogy szépen tudjatok énekelni, és meg kis előadást is megtartani. Úgyhogy alig várjuk, hogy ez elkezdődik. Jaj Istenem, hát megőrülök! Kitörted a kezedet,
Az az egyetlenség, táplál ezután is. Jó lesz a legénység, nékem továbbra is. Jaj, nékem továbbra is. Nekem olyan embereske kéne, aki nekem receptpártyot venne, egyszer-kétszer jól megveregetne, úgy belőlem kis mennyecske lenne. Ne fussuljon senki mennyecskéje, hogy az ura nem igen szépecske, ha meghal is meg ne halljon érte, másod neki a tavaszi fecske. Lányok ülnek a toronyba, arra koszorúba, arra mennek a legényes sári sarkantyúba. Lányok vagytok szépek, vagytok piros az ottátok, kertbe mentek rózsát szedni, szívem szakad rátok. Egy percet.
most beindítjuk a bekert, jó? És hogy majd most most fogod kezdeni, majd szólok, hogy mikor kezdheted, jó? Ezt az este kipróbáltam a kislányommal és a férjemmel, és tökéletesen fog egy perc után csörögni, hogy kezdheted. Most kezdjük. És van mi a hangzatot, és a decima, az alapmotívum a mirádóni, az 80 hangi, vagyis egy oktávnyi, és ez a nagy hang terjed el a Csitári hegyek magasságára és nagyságára utal. Az alapmotívum és a második ütem között van ellentét, mert az alapmotívumban ugrásokkal haladunk felfelé, a második ütemben pedig lépésekkel lefelé. Az alapmotívum a sor végén tükörképen jelenik meg. A népdal dalomszerkezete visszatérő, vagyis AHBA. A B sor van, az magasabb, mint a többi. A népdal dalomvonal a kupolás, ezen belül pulanzó. És a ritmikája alkalmazkodó és izoritmikus, vagyis egyenlő ritmusú. Már ötödik a szereken minden. Akkor mit tudnak majd, ami a nyolcadikus? Jó, már ez jó ötletünk volt, hogy elvezettük ezt a kis előadást. Gratulálok, hogy nagyon jól sikerült. És akkor mi most jön az már gyerekjáték, igaz? Mondd meg a szerző nevét. Heidenthal a Kristóf szimfóniából a második tétel. Igen. Do do mi mi so so mi fa fa re re ti ti so do do mi mi so so mi do do fi fi so so do do mi mi so so mi fa fa re re ti ti so do do mi mi so so mi do do fi fi so so fa so mi so re 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 mi fa so la so fa mi re 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 mi mi so so do do mi re re do ti la ti do do do. Thank you.
második csoportban székelyfonók, amiben az Ocsikárhegyek alatt című dal is szerepel. Az első a Hári János voltam, ő dolgozott fel. Ezen kívül még sok más dal is szerepel a székelyfonóban, például az El kéne indulni, a Lányok ülnek a toronyban, a Nekem olyan emberecske kéne, és Én meg a babásában fél pénzzel című dalok. Az acsitárit Nyitra megyében gyűjtöttem, a többi Csík megyében. Nyitra megye a mai Szlovákia területén található, Csík megye pedig a mai Románia területén. A magyar népdalok általában szeretetről, szerelemről, örömről, bánatról, életről, halálról szólhatnak. De a leggyakoribb a szeretet szerelem. Ez az acsitáriban is szerepel. Az első sor egy természeti képpel indul, ami a hidegséget, ridegséget fejezi ki, vagyis az elbukást. A második sorban egy népdal köszöbbel átlépünk az emberi érzések világába, ahol a lány rossz hírt hallott a legényről. A harmadik és negyedik sorban a lány aggodalmaskodik ezt, hogy a fiú kitörte a kezét, és mivel fogja őt megölelni. A második verszakban a lány rossz hírt hall a fiúról. A fiú levelet szeretne küldeni a lánynak, hogy ne sírassa őt. A harmadik verszakban az erdő másik világot jelképez, ahol mint két rossz barint bokoly lehetnek egymásén. Ennyit terveztél? Igen. És pont beleszik. Nagyon jó. Gratulálok. Majd úgyis, mikor négy versenyző lemegy, akkor egy picit.